A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornatárma adott otthont az első fordulónak. Makó mellett Földeák és Maros Lelen lelkes csapatai vállalkoztak arra, hogy a szombat délelőttjüket testmozgással töltsék el. Utóbbi település polgármestere Trimba Tibor felidézte. Községük a Makói KC színeiben játszik, és az egyesület egyik tornáján merült fel az ötlet, hogy jó lenne felidézni a régmúltat, amikor az iskolák csapatai különféle sportágakban összemérték tudásukat. A polgármester Olá Judit kézilabdaedzővel a Tettek mezejére lépett, és meghirdette a települések közötti tornát Makó, Maroslele, Apátfalva és Földeák községek részvételével. Minden településen lesz egy fordulója ennek a bajnokságnak, és úgy lesz majd egy összesítés, így minden település házigazdájává is tud válni a rendezvénynek. Hála jó Istennek most már elmondhatjuk mi is, hogy lassan rébe ér ugye a tornacsarnokunk Maroslelén, így mi is egy méltó körülmények között tudjuk majd megtartani ezt a kis bajnokságot. Olá Judit elmondta, elsődlegesen azért az U9-es korosztályt választották, mert jelenleg ők vannak a legtöbben. Azonban már most érkezett arra jelzés, hogy a fiúk is szívesen játszanának. Nem titkolt cél az, hogy a fiatalok fölálljanak a televízió és a számítógép előtt, minél többet mozogjanak, és a szerencsénk van, esetleg még a tévében is viszont láthatjuk őket, mint válogatott játékosok, vagy esetleg NB1, NB2-es játékosok. Itt ezen a rendezvényen az a lényeg, hogy játszanak, tehát nincs ahhoz köt, vagy egyesületi tag legyen kézilabdázón. Hát itt egy-két játékoson látszott is, hogy tulajdonképpen most ismerkedett magával a játékkal, de nem az a cél, hogy most sokkal nyerjünk, hanem az, hogy megszeressük a játékot, játszunk minél többet. A 9 éves Havas Kincsőnek komoly tervei vannak a kézilabdával, így rendszeresen ott van az edzéseken. Hát először is bemelegítünk, utána elkezdünk meccsezni. Mi tetszik a legjobban a kézilabdában? Hát nekem minden. Az, hogy kapura dobunk, az, hogy nem foci, meg hogy nem lábbal rúgni kell. A torna végén mindenki jutalomban részesült, ezzel is biztatva a gyerekeket arra, hogy minél többet sportoljanak, és hogy motiválják őket a testmozgásra.